Tiszaeszláron vagyunk, Vajda László barátom, kovácsmester és fia, apa és fája. Azért látogattunk ebbe a műhelybe, hogy a mesterségről kérdezzük, mikor és hogyan kezdődött. 1967-ben, mikor befejeztem az általános iskolai tanulmányaimat, akkor a szüleim azt mondták, hogy kisfiam, valamilyen mesterséget tanulni kell. Mert éppen a TSS-ítés után voltunk egy pár évvel, tehát azt mondta az édesapám, hogy a földművestől az iparos ember az mindig előrébb való volt, és szakmát kell, hogy tanuljak minden áron. Szerettek volna belőle mindent csinálni. Én legszívesebben a fához vonzódtam, és műbútor asztalos szerettem volna lenni. Ez meghiúsult egy oknál fogva, hogy a mester nem engemet vett fel tanulónak, hanem a szomszéd gyereket, mert éppen összeveszett a szomszéd asszonyával, hogy a békesség megmaradjon, így a szomszéd gyerek lett műbútor asztalos. Nekem nem volt mit tennem, ugye 67-ben vagyunk, amikor még a TSS-ítés után egy pár évvel, azt mondta édesapám, hogy menjél le, fiam, kovácsnak. Hát mondtam, próbáljuk meg. Elvitt engemet egy helyi jó mesteremberhez, akit úgy hívtak, hogy Szép Gábor. Elment hozzá, vitt engemet is magával, hogy elhoztam ezt a fiút, mester úr megtanítaná a szakmára. Végignézett rajtam. Azt mondja az édesapámnak, hogy miért nem az anyja hozta ide? Hát miért? Mert bocsánatot akartam kérni előre tőle. Ennyi volt a tanulófogadás. Másnap már a kovács műhelybe kezdtem reggel 6 órakor, és meg kell mondanom így 41 néhány év után a szakmába, hogy nem csalódtam a szakmába, megszerettem a szakmát, és szerintem még egyszer kezdhetném újra, kovácsként kezdeném. A mesterem, ő a régi vándorlegény időszakot végigjárta annak idején, bejárta az egész országot, több mesternél tanulta ki a szakmáját, nagyon jó kezű mesterember volt, a mezőgazdasággal foglalkozott, ezen belül gyönyörű szekereket vasalt, lópatkolást tanultuk meg mellette nagyon-nagyon magas szinten. Az első találkozásom a szakmával, mint minden fiúgyereknek, amikor az apja elvitte magával, ha ment a kovács műhelybe egy baltát élesztetni, vagy éppen valamit javítatni, vagy egy ráfot húzni. Úgy mindig kíváncsian érdeklődtem a tűz iránt. Tehát volt ennek egy kis előzménye, tehát annyira nem volt idegen, hogy kovács műhelybe kötöttem ki. Hány éves voltál? 14 éves voltam. Pontosan 14 éves elmúltam, ahogy az általános iskolát kijártam, és még mi akkor, 67-ben nem tanulóként voltunk felvéve, hanem inasként. Mit jelentett ez? Ez azt jelentette, hogy akik állami cégeknél helyezkedtek el tanulónak, azok tanulók voltak, azok a napi 8 órát dolgozták, mi inasként pedig dolgoztuk a napi 12-13-14 órát. Ez ezt jelentette. A mester, mikor azt mondta, na gyerekik, este van, akkor vége a napnak. Nem számított, hogy az aura mit mutatott. Így viszont az volt a haszna, hogy sokkal többet tanultál. Sokkal többet tanultam, megedződtünk a szakmába, megszerettük a szakmát. Volt egy tanulótársam is, ő később nem maradt a szakmába. Tehát ketten kezdtünk akkor. Szép Gábornál tanulóként. Nagyon-nagyon tisztelettel gondolok mindig a mesteremre, mert ő is 12 embert tanított meg. Azt mondta nekem mindig, hogy fiam, 12 embernek adtam kenyeret. Én is eljutottam erre a pontra, most már én túl is szárnyaltam. Utána következtek a középiskolás időszakok. Hát kérem szépen, én nem elegértem meg magával a kovács szakmával, próbáltam magamat tovább képezni mindig, és akkor lehetőség nyílt, hogy levelezőn elvégezzük az érettségit. Gyorsan be is iratkoztam
elég kitűnővel elvégeztem a középiskolákat, és magamat mindig képeztem autodidakta módon, kerestem a lehetőséget, hogy a szakmából minél többet megtudjak. Olyannyira, hogy már 70-ben végeztem a szakmunkás képzőbe, már 76-ban megszereztem a mesterlevelet. Tehát igyekeztem a mesterséget minél magasabb fokon elsajátítani, nem voltam vele megelégedve. Igaz, hogy mikor megszereztem az érettségit, akkor a helyi főkönyvelővel beszélgettem, hogy Berti bátyám, jó lenne egy kis fizetésemelés. Hát ő erre azt mondta nekem akkor, hogy hát Lacikám, hát itt érettségizett kovásra nincs szükség. Hát mondom, Berti bátyám, ha nincs, akkor menjünk tovább. És én ott is hagytam akkor a TSZ-t, pedig szerettem ott lenni, hiszen akkor a Tisza Eszlár híres volt, több mint 120 darab törzskönyvezett arab tenyészet volt Tisza Eszláron, nagyon sok külföldi és fogadhajtó megjelent itt Csikó vásárlás céljából, többek között a Fülöp herceg is volt Tisza Eszláron. Majd van a négy fehér lova, az Tisza Eszláról származott, amivel később világbajnokságot nyert. Szakmába tovább mentél, mert megszerezted a szakoktatói papírt. Igen, tovább léptem. Tiszavasváriba elhelyezkedtem a szakmunkás képzőbe, ahol a kovács szakoktatói állást megpályázva meg is kaptam, és ott több mint 10 évig tanítottam a gyerekeket a szakma fortéjaira. Mikor találkoztál a népművészettel? A népművészettel a legelső nap, mikor bementem a kovács műhelybe, hiszen ott már olyan tárgyak voltak előttünk, ha csak a szekérvasalásokra gondolunk, hogyha figyeltétek, van itt a műhelyfalon is egy pár szép sarlang felrakva, ezeket összeszedtem az idők folyamán, tehát az már népművészet volt. Vagy ha készítettünk valamit a parasztok számára, egy kapatisztítót, vagy bármit, akkor igyekeztünk egy olyan munkát kiadni, ami nem csak egy darab vas volt, hanem ennek a vasnak egy kis lelke is legyen, egy kis életet is vittünk bele. Olyannyira, hogy a megalakuló Népművészeti Egyesületnél te vagy az egyesületnek az elnöke. A korábban ugye dr. Puskás Neolá Júlia volt a Megyei Népművészeti Egyesület elnöke, akkor, mikor vele megismerkedtünk, ez a 80-as évek elején volt, akkor ő sokat segített abban, hogy milyen irányban induljunk el, hogyan díszítsük a vasat, miket érdemes megcsinálni, és rábeszélt bennünket már akkor a zsűriztetésre, hogy önálló tárgyakat állítsunk elő, ezeket zsűriztessük, aminek később ugye meg is lett majd a haszna, a népiparművész cím, meg a népművészet mestere cím, de most rám maradt az egyesületnek a vezetése. Julika úgy érezte, hogy ő elfáradt, át kell, hogy adja egy fiatalabbnak. Most jelenleg 120 fős tagságunk van, ebből 21 szakágban van jelen népművészet. A Kovács C-t Magyarországon legelőször te a barátaiddal alapítottad meg. A magyarországi Kovács Míves Szély az is Nyíregyházán alakult meg, ebben még Julika is segítkezett, tehát Nyíregyházán tettük le az alapjait a Magyar Kovács Míves Szélynek, úgyhogy egy újsághirdetést feladtunk országosan, hogy aki úgy gondolja, hogy ebbe a társaságba jelentkezni szeretne, azt tegye meg és jelentkezzen. Hát körülbelül 21 vagy 23 tag, nem vagyok most már benne egészen pontos, jelentkezett az első felhívásra, és ezeket az embereket Nyíregyházán összehívtuk, és leraktuk a magyarországi Kovács Míves C-nek az alapjait. Az országos népművészeti pályázatokon nagyon sok olyan díjat nyertél, ami után megkaptad a népiparművész címet először, és utána a népművészet mestere címet. Hát minden országos pályázaton igyekeztem részt venni, tehát ezek a pályázatokra több-kevesebb sikerrel, hol első díj, második díj, harmadik díj, de legtöbbször az élvonalban végeztem, és ezeknek a pályázatoknak az eredményeként, na meg a munkámnak az eredményeként megkaptam a
népiparművész címet, aztán megkaptam a Király Zsiga díjat, majd később megkaptam a népművészet mestere díjat is. És hát ennek örülök, mert ezek az elismerések, ezek mind szakmai elismerések. Ugye az ember azt szereti, hogyha a szakma dicséri meg a munkáját. És én arra is emlékszem, hogy Tokajban nomád nemzedék nek is tagja voltál, és ott együtt voltunk ebbe a táborba, ahol a magad szakmájával mindenképpen gazdagítottad ezt a kis közösséget. Ez mikor volt? 84-ben kezdtem a táborokba való járást, és ez a hajdunánás, illetve a tokai tábor, ezek voltak az első táboraim, amin részt vettem. Hát ott elkészült munkákban segédkeztem, de a Tokajba készítettünk külön cégértáblákat, a Szekerese és a Molnár barátommal, és mi készítettük a Tokajnak a díszkutyát is, amelyik ott a főtéren áll. A mostani tokai nemzetközi tábort ezt a Magyar Művészeti Akadémia segítségével csinálom, hiszen a Magyar Művészeti Akadémiának a levelező tagja vagy. Kiket hívtál meg erre a táborra? Erre a nemzetközi táborra lengyel vendégeket hívtam, szlovák vendégeket, Erdélyből hívtam vendégeket, Felvidékről, Délvidékről, Szerbiából is jön egy kovács. Hol szervezed ezt a tábort? A Tokaji Alkotóháznak a művésztelepén. Kötődöm én is Tokajhoz, hiszen korábban említettem, hogy 85-ben ott kezdtem a Nomád Nemzedéknél én is. Nagyon szeretném ebbe a filmbe is megköszönni a Magyar Művészeti Akadémiának, hogy támogattak ennek a rendezvénynek a sikereiben. A Tokaji tábornak célként azt tűztük ki, hogy a Magyar Művészeti Akadémia, aki most felvállalta ugye az egész országban, illetve a határonkon túl is, hogy a művészetért mindent megtesz, és összefogja a Kárpát-medencei magyarság művészetét, illetve befogadja a határon túl élő művészetét is. Szerintem ez egy kisugárzás lenne a határainkon túl, hogy mennyire befogadóak vagyunk, és szeretnénk átadni is a tudást. Nem csak befogadni, de átadni is ezt a tudást, amivel mi rendelkezünk. Ez úgy érzem, hogy a Művészeti Akadémia is ezért megtesz mindent. De a művészet minden területén, nem csak itt a konkrétan erre a nemzetközi táborra levontva. Ahogy bejöttünk ebbe a műhelybe, egy atmoszféra vett körül bennünket, egy nagyon komoly munkával megalapozott világ, amit szemünk előtt megjelenik. Mikor kezdted ennek a műhelynek az építését? Hát elviekben a műhely építését 1967-ben elkezdtem építeni, mert én mindig arra vágytam, hogy önálló szabad ember legyek, és saját műhelyemben dolgozhassak. Ez nagyon sokáig nem valósulhatott meg. Ez a műhely 1990-ben nyílt ki ennek a műhelynek az ajtaja. Ez az az időszak, amikor már teljesen, hogy mondjam, szabadúszóként dolgozol? Ez már 90-től az az időszak, sőt 89-től inkább, már előtte is készen volt a műhely, de attól a naptól kezdve felkeltem és kinyitottam az ajtót, és nem volt többet főnököm, saját magam rendeztem a sorsomat. Ebben a műhelyben a fiaddal együtt dolgozol, és nagyon-nagyon sokrétű az a munka, amelyet ti felvállaltok és csináltok. Tehát azok a mindennapokban használható eszközök, azok itt mindenütt megtalálhatók. Az első, amit itt említenék, ez a kapatisztító. Ez a kapatisztító, ez végül is mikor született legelőször?
Hát ezt még tanulókoromban elkezdtem készíteni, tehát akkor már készítettünk ilyen dolgokat, de ott az élet minden nap hozta a maga munkáját. Tehát minden nap valamiért, valamit meg kellett csinálni, el kellett készíteni. Tehát ezek a munkák folyamatosan vagy visszatérő munkák voltak, vagy újra előkerültek, de így vagy úgy a műhelyben mindig jelen voltak. Csodálatos volt az a technika, amit itt bemutattatok, négyen, a kettős, a hármas és a négyes kovácsolás. Ennek a segítségével csináltatok egy tűzkutyát, vagy most éppen nem kutya a feje, hanem egy ördögfej. Mennyi idő kell ahhoz, hogy így betanulják a kollégáid, a társaid, hogy ezt a négyes kovácsolásig eljussanak? Hát ahhoz, hogy a négyes kovácsolásig eljussanak, ahhoz először a kalapácsot a kezükbe kell venni. Tehát amikor egy tanuló bekerül a műhelybe, akkor a kalapács fogását, a kalapács használatát, azt kell legelőször megtanítani vele. De ezt nem meleg vassal csináljuk, bármennyire hihetetlen, hanem előveszünk egy darab fát, és egy fán kezdünk el gyakorolni. Hogy az a tanuló az tudja meg, hogyha megszólal az üllő, akkor most van-e rá szükség, vagy nincs rá szükség. Itt a szakmának megvannak a különböző jelzései. Ugye egy kovácsműhely hangos. Régen egy kovácsműhelyben nem csak egy kovács, hanem nyauszt is, segéd is dolgozott. Tehát nem kiabáltak egymásnak a mesterek, hanem jelzést adtak, mutattak kalapácsokkal, és így tudta a tanuló, meg a rávető, meg a segéd, hogy mikor mit kell csinálni. Hát van a ülőnek egy hívó jele, ha például kint van a tanuló az udvaron. Akkor én megkocogtatom az ülőt, egy fűrű kocogtatással a tanuló tudja, hogy neki most be kell jönni. Anélkül, hogy én elkezdenék itt kiabálni. Na most ezután következik ugye a kettős kovácsolás, hogy ráver a mesterembernek. Ha ezt már begyakorolta, ugye régen itt még meg kellett tanulni a nagy kalapáccsal való lehúzást is, a kiszállást, a kovácsolásba való visszaszállást. Ezt mind kalapács jelzésekkel adja tudtára a mester, hogy most vége a ráverésnek, elmehet, vagy még nincs vége, még lehet, hogy folytatni kell. Amikor már ez nagyon jól begyakorlódik, és akkor ha van egy nagyobb, vastagabb munkadarab, amit meg kell munkálni, akkor segítségül hívnak egy másik nagy kalapácsot is. Ezt azért tartották régen szükségesnek, mert ugye egy melegre minél jobban meg kellett, hogy tudjuk munkálni az adott anyagot. Hogy minél kevesebbet kelljen melegíteni, és egy melegre minél több munkafolyamatot tudjunk elvégezni. Ezért két-három ráverőt is alkalmaztak. Tehát, hogy ez a munkafolyamat gördülőmentesen menjen, ezt is meg kell gyakorolni. Megvan a vezetőkovácsnak a szerepe, ő a karmester a kis kalapáccsal. Utána van az első ráverő, második ráverő, négyes kovácsolásból a harmadik ráverő. Itt a mai ráverésben nem mutattuk meg, de a négyes kovácsolásnál a harmadik ráverő általában körlendülettel üt be. Ez azt jelenti, hogy ha körbejáratja a kalapácsot a saját tengelye körül, akkor fog pontosan odaérni az ütés. De itt most egy picit szűk volt a hely, meg a negyedik ráverőm, ő tulajdonképpen nem kovács, ő csak egy beugró volt. De hogyha ezt jól összeszokott emberek végzik, akkor ennek nagyon szép ritmusa van, üteme van. Hogyha a faluban az emberek egy ilyen gyönyörű kovácsolást hallottak, és ugye a fülükbe belement ez a szép kis zene, akkor mondta egyik a másiknak, hogy él a kovács, dolgozik. Tehát ennek fontos szerepe volt, de voltak olyan időszakok is, amikor mindenáron meg akarták ölni a mesterembert,
amiért maszek volt. Tehát, és nem volt minden kovácsnak mindig munkája. Egy olyan településen, ahol 30-40 kovács is volt, egymást is idegesítették a kovácsok ezzel a 3-as-4-es kovácsolással, akkor is ütötték a vasat, ha éppen nem volt olyan megrendelésük, hogy jelzést adjanak, hogy igen, itt vagyunk, jöhetnek. Nagyon szép pásztor kampót, juhász kampót készítettél, és beütéssel díszítetted. Egy ilyen kampónál mire kell vigyázni? Hát egy juhászkampó, az kétféle juhászkampót használtak régen a juhászok. Ugye volt az ünnepi kampó, ami gyönyörű részből készült, és gyönyörűen fel volt csiszolva, meg volt nekik munkakampójuk is. A munkakampót általában kovácsolt vasból készítették el, de a munkakampó sem volt kevésbé díszített, mint a részkampó. Tehát ezeket a kampókat, ha a juhászok megrendelték, itt meg kell jegyeznem még azt, hogy a juhászok sohasem voltak szegény emberek. Ők a jó módú megrendelők közé tartoztak, és ha a kovács juhásztól kapott megrendelőt, akkor még jobban odaadta magát, még szebbre akarta készíteni. Ugye hát lehet a pásztor múzeumokban látni ezeket a régi gyűjteményeket, milyen gyönyörű kampók készültek, hiszen ennek a kampónak mondani valója volt. Ugye a juhász az kint tölti el a nyarat az ég alatt szinte. Általában díszítették ezeket a kampókat. Ezen rajta volt a nap, a hold, a csillagok beütése, de rajta volt a három nagy ünnep, a húsvét, a karácsony, a pünkösd. Ezt szegény Imre bátyánk tudta jól elmondani a Kerekisten fája szép 12 ága című vers alapján. Nagyon szép kampó túl még láttunk fokosokat is. A fokosoknak régen két szerepe volt, ugye egyszer védekezésre is használták, másodszor egy kicsit a menésben is segített ez a fokos az idősebb embereknek, de régen a kanászok, mikor makkoltattak a jószágokat, akkor a fokossal nyúltak fel az ágakra, a tölgyfágakra, és úgy rázták meg a makkot. Van itt úgynevezett fakapa, vagy kapacska. Ezt a 80-as években nekünk faragóknak többünknek készítettél, hiszen ezzel váltuk ki a bútorokat. Ezt hogy készíted? A szalukapa vagy kapicska készítése a következőképpen történik. Ugye, ha egy anyagból kovácsoljuk ki, akkor megjukasszuk a köpüt, elnyújtjuk, és kialakítjuk a teknővájáshoz szükséges formát, és a belső részét díszítjük ezeknek is. Rengeteg életfa motívumot raktam bele, nagyon sok kapacsot készítettem el. Természetesen ezek már acélból készülnek, ezek nem kovácsolt vasból, ugye az éltartósága miatt, hiszen ennek funkciójában, használatában működni kell. Nem csak az éle a fontos, hanem pontosan az a hajlás, amivel tud dolgozni. Tehát nagyon fontos, hogy a használat közben a mester minél könnyebben tudjon vele dolgozni. Volt olyan kapacsot, csináltam olyan kapacsot, amihez a fafaragó kifaragta fából egy az egybe a kapacsot, hogy ilyen legyen. Mert az ő kezéhez ez áll legjobban. Na most, hogyha van 8-10 darab készen, ugye akkor abból könnyebben tud választani, hogy melyik esik neki legjobban a kezéhez. De ha nem esik oda, akkor megmelegítjük, odaigazítjuk, újra hőkezeljük a szerszámot, és akkor lehet használni. Hát ezek a kapacsok egy életre szólnak, hiszen nehéz elnyűni őket egy emberöltő alatt. Nagyon szép ajtót is készítettél most éppen Rózsa Péternek. Készítettem egy templomajtót. Vannak ilyen kihívások. A Hortobágyi kápolnára a
templom ajtón a magyar címet kovácsoltuk meg stilizált formában, és az altemplomon pedig a Szent Andráson megkovácsolva. A temetőbe is mondtad, hogy valamit készítettél itt. 2000-ben a millennium emlékére készítettem harangot, hiszen az öntés áll nagyon messze tőlem. Ha megkérdezik, hogy mit szoktam csinálni a műhelybe, akkor úgy szoktam fogalmazni, a karikagyűrűtől a harangöntésig bármit elkészítek, ami egyedi. Tisza Eszlárnak készítettem 2000-ben ajándékba egy harangot, ami a temetőbe föl van állítva, és mai napig is használják szertartásoknál, temetkezéseknél. Ennek a harangnak a felírata a következő: szóljon ez a harang minden tiszaeszlári lelküdvért. És mikor ezt átadtam az önkormányzatnak, akkor az volt a kérésem, hogy soha senki ezért a harangszóért pénzt ne kérhessen. Most a csengőkészítés fázisait fogjuk fölvenni. Hát ami előttem van, tulajdonképpen ez már egy csengőnek a külső és belső köpenyege. Régen ugyan a cigányok ezt nem így csinálták, hanem az árokparton ülve agyagba megformázták, kiszárították. Most egy kicsit a modern technikát hívtuk segítségül. Itt a modern technika az már egy gyantás homok, egy nagyon, nagyon jó minőségű és szemcse szerkezetű kvarc homok összekeverve műgyantával, és hogyha ezt kisütjük, illetve hővel megsütjük, tulajdonképpen már leerbe megsütjük, akkor ez a homok egy tulajdonképpen nagyon kemény szerkezetű szerkezetté összeáll, és ebből lesz az öntő minta. Hogyha így látjuk, még a színeit is lehet látni, ilyenkor még világos szürke, de ez is be van már keverve gyantáshomokkal. Itt van egy kevéske kis kiégetett homok, és itt már mikor kiég a homok, akkor összesül. Ez a gyanta összefogja ezt a szerkezetet, és ez egy nagyon szilárd szerkezet, mintha egy téglát tartanánk a kezünkbe. Ebbe a formába fogjuk majd kiönteni own bronzból a csengőt. Bekenjük a széleket. Erre azért van szükség, amikor az öntés fog történni, akkor a forma ne váljon el egymástól. Hogyha nem eléggé van a forma kiszáradva, akkor öntéskor begázosodhat, és megemeli a formát, akkor elfolyik az alapanyag is. A belső magba előre beleültettük a csengő lelkének, az ütőjének a tartó szerkezetét, amikor majd köntésre kerül, ez a kis nyúlvány, ez benne marad a bronzba, belül pedig majd fogjuk látni az öntés végén, hogy megmarad a csengő tartó szerkezete. Ez egy alaktalan formában van megcsinálva, pontosan mindig azért, hogy a formát tökéletesen össze tudjuk igazítani. Hogyha ugyanoda összeigazítjuk a formát, akkor tulajdonképpen a két minta között egy 2-3 mm rés keletkezik, ami a csengő fal vastagságát fogja megadni nekünk. Így most az ujjammal érzékelem, hogy mennyire tökéletesen fedi egymást. Úgy érzem, hogy jó, és akkor most még kap plusz egy ragasztó réteget, leragasszuk. Ezt is majd ki fogjuk szárítani, hogy az öntésnél ne legyen gázbuborék. De felöntő nyílás, illetve a tárfej, itt fogjuk beönteni a csengőnek a bronz anyag szükségletét.
ez meleg, azért ilyen vélem. Készítettél kantakocsikat is. Cserépedények, illetve a vászod edények berakásához nagyon fontos kellék, azért, hogy minél könnyebben be tudjuk tenni a meleg kemencébe, és ki is tudjuk vele venni, anélkül, hogy esetleg ez a cserépedény eltörne, ugye, mert akkor probléma van. Tehát ez a kantakocsi, ez is egy olyan szerszám, egy népi szerszám, amit az első kitalálója, az nagyon jól kitalált, megoldott, hiszen funkcionál, tökéletesen funkcionál. Na most ennek a készítése során próbálunk most egy kis népi dolgot belevinni, az életfát, a tűznek a jelét. A fiaddal együtt dolgozol ebben a műhelyben. Mióta dolgozik a fiad melletted? A fiam érettségi után ezt a szakmát választotta, azóta itt van a műhelybe. Én ugyan nem akartam, hogy kovács legyen, de egyszer beállított gipszes kézzel, hogy ő kovács lesz, és azóta itt van minden nap. Teljesen különböző stílusban dolgozunk. Én a hagyományos népi stílust szeretem jobban, mint a barokkot. Ő jobban izgatja a szeszeció stílus, hogyha ezt így megfogalmazhatom. És hát a modern dolgok is, tehát itt, ha láthattátok, ott az asztalon kitettem egy tűzzománc edényt, azt ő csinálta. Meg a figurális dolgokat van ott bent, kovácsolt nyúl, kalap. Tehát de főleg ezt a kerítést láttuk, amit most itt elkészített, hogy nagyon míves és nagyon szép lesz ez a kerítés. Milyen hosszú? Most ez a mélyvesebb kerítés, ami a műhelyben éppen soros munka, ez 40 méter kerítés lesz. Szerintem is gyönyörű lesz, hogyha ez készen lesz. Hol lesz? Nyíregyházán lesz, a Széchenyi utcán felállítva. Gyönyörűen meg van készítve, vagy el van készítve, fel van újítva a mögötte lévő épület is. Tehát összességében szerintem Nyíregyházának egy szép dísze lesz, egy ékessége. Nagyon fontos ez, hiszen az a népi mondás járja, hogy egy kovács, fél kovács, két kovács, egy kovács, három kovács, az meg már úgy teljesítményében is többet tud adni egymásnak. Ez régi igazmondás a kovács műhelyben, hiszen nincs is talán olyan kovács a világon, aki ezt ne ismerni, ezt a mondást, hiszen egyedül nagyon nehéz dolgozni. De ha már ketten vannak, akkor már van egy ráverő, egy segítő kéz, akkor már nagyobb munkákat is el tud végezni. De hogyha már hárman, négyen vannak a műhelyben, akkor viszont mondhatom nyugodtan, hogy termelékenyek is. Tehát akkor már tudnak dolgozni, részfeladatokat megoldani, megcsinálni külön-külön.